az évszaknak nem megfelelő. Sziasztok, köszöntelek benneteket! Ez az, amit objektíven mindenképpen el lehet mondani az előttünk álló napok időjárásáról, ugyanis ismét igen enyhe levegő árasztja el térségünket, bár az északkeleti tájakon még inkább a borult párás idő lehet a jellemzőbb, másutt tavasziasra fordulhat az idő, és akár rekord közelében alakulhatnak a hőmérsékletek. Mondanom sem kell, nem az 1969-ben lentiben mért mínusz 24,2 fokos hidegrekord lesz veszélyben új év reggelén. A várható igen enyhe idő okát itt láthatjátok, továbbra is erőteljes a nyugat-keleti áramlás a kontinensen, és ezzel az áramlással kifejezetten enyhe levegő árasztja el a magasban nem csak a Kárpát-medencét, hanem a szárazföld középső és déli országait egyaránt. Az erős meleg front felhőzete az éjszakai órákban vonul fel nyugat felől a Kárpát-medence fölé, így a kevésbé felhős tájakon is megnövekszik a felhőzet, míg északon, északkeleten folytatódik a borult párás idő, sőt, a látási viszonyok helyenként romlásnak indulnak, tehát köd is képződhet. A minimum hőmérséklet általában fagypont fölött alakul, a legenyhébb várhatóan a délnyugati tájakon lesz, arrafelé élénkülhet meg elsősorban nagyobb területen a szél, fagyra inkább csak mutatóban lehet számítani, mutatóban fordulhat elő nagyobb eséllyel az északi, északkeleti harmadban, kisebb eső szitálás előfordulhat helyenként. Holnap napközben az északi, északkeleti harmadban ragadhat be nagyobb eséllyel az alacsony szintű rétegfelhőzet, bár a látási viszonyok azért javulásnak indulnak, kisebb eső, illetve szitálás is ezeken a tájakon fordulhat elő. Másutt azonban szakadozik a felhőzet, és emellett több órára kisüt a nap a melegfront mögött. A délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon élénkülhet meg, és az ország nagyobb részén, mint láthatjátok, tavaszias hőmérsékletekre lehet számítani, általában 9 és 16 fok közötti maximumokkal. A szilveszterre vonatkozó napi maximum hőmérsékleti rekord egyébként kereken 18 fok, kis eséllyel az is veszélybe kerülhet. Ezt követően egy enyhe szilveszter éjszaka előtt állunk az ország túlnyomó részén, fagyra nagyon kicsi az esély, bár átmenetileg terjeszkedhet a köd, illetve a réteg felhőzet, azért az ország nagyobb részén inkább kevesebb lehet a felhő, és láthatjátok, hogy különösen délnyugaton van esély arra, hogy nagyon enyhén alakuljon az éjszaka, akár a legmagasabb minimum hőmérsékleti rekord is veszélyben lehet, és veszélyben lehet az új évre vonatkozó meleg rekord is, amely 17,5 fok, ezt idén január 1-én mértük Fönyeden. Ekkor ugyanis még nagyobb, a szombatihoz képest is nagyobb területen lehet napos az idő, az élénk délnyugati szél hatására, a tartósan borult párás területek aránya északkeleten is csökkenhet, ott alakulhat 10 fok alatt a maximum. És akkor nézzük a következő napokat, kedden is hasonló időre számíthatunk, inkább csak északkeleten lehet tartósan borult párás az idő, míg másutt naposabb jellegű időre és sok napsütésre lehet készülni. Aztán kedden érkezik várhatóan egy hideg front, amelynek felhőzete már napközben eléri az országot, így a maximum hőmérsékletek már ekkor alacsonyabban alakulhatnak, és az esti órákban a front hatására kisebb eső, zápor is előfordulhat. Aztán szerdán várhatóan távozik a front mögötte, kitisztulhat az idő, de ekkor már hűvösebb idő valószínű, azonban ezek a hőmérsékleti értékek is meghaladják az ilyenkor szokásosat. Én ezekkel a hírekkel búcsúzom idénre, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ellenkező esetben ezt ne tegyétek meg, és a jövőben, a jövő évben is kövessetek bennünket az itt feltüntetett csatornáinkon. Én tehát búcsúzom erre az évre, mindenkinek békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok. Sziasztok!